Országos szinten több mint 8200-an jelentkeztek az idei pótfelvételire. 70%-uk alap- vagy osztatlan képzésre, 17%-uk felsőoktatási szakképzésre, valamint 10%-uk mesterképzésre adta be a jelentkezését. A pótfelvételin is érvényesek voltak a minimum ponthatárok, alapszakon 280, felsőoktatási szakképzésen 240, míg mesterszakon 50 pont a legkevesebb, amivel be lehetett kerülni felsőoktatásra. 85 hallgató jutott be költségtérítéses képzésre, a meghirdetett szakokra, a nyíregyházi főiskolára. Elég vegyes a kép, eloszlik ez a létszám a különböző szakok között, de azt idén is ki lehet jelenteni, hogy pedagógus képzésre vettünk fel a legtöbb hallgatót. A Debreceni Egyetem nyíregyházi egészségügyi karára 15 fő jutott be a pótfelvételi eljárás során. Nappali képzésen szülésznő, mentőtiszt és védőnő szakokra, valamint szociális munkás felsőoktatási szakképzésre vettek fel még új hallgatókat. Az intézményben ebben a tanévben kevesebb hallgató kezdheti meg tanulmányait. Nem jelentkeztek kevesebben, ennek az volt az oka elsősorban, hogy 20 ponttal emelkedett a minimum ponthatár az idén, és az érettség is nehezebb volt az előző évekhez képest, tehát a hallgatók, illetve a felvételiző diákok alacsonyabb pontszámot értek el. Azok, akik így sem jutottak be valamilyen felsőoktatási intézménybe, szeptembertől OK és képzésen tanulhatnak, így egy év alatt akár szakmát is elsajátíthatnak, ami a következő évi felvételinél plusz pontokat jelent.